Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Egypt Old Kingdom, egy klasszikus egyiptomi stratégia, oktató játék, valami ilyesmi. Lássuk! Oh! Miért érkeztünk meg? Szervezett migráció. Kényszerű áttelepülés, ez a történelmi változat. Vagy szimpla túlélés. Istenek kegyessége. Sok és nagy. Földi paradicsom, rendezett világ, közepes történelmi változat. Válasszuk, amit az istenek adtak nekünk, szabadságot. Végső istenítélet. Vagy előre elrendeltetettség, nincs mentés, a betöltés automatikusan törli az új, a régi mentést, legyen ez. Próbáljuk, történelmi változat van. És melyik a Memphis istene? Tau? Építkezést támogatja, történelmi. Horus uralkodást, rendet támogatja, vagy pedig Set a cselvetést, nyilván háborúzás és ilyesmi, ez maradjunk a klasszikus eredeti változatnál. Adjunk egy nevet. Legyen rendkívül egyiptomi hangzás, uralkodó név. Kezdjük. Javasolja, hogy először legyen egy könnyebb nehézség. Ne! A jelentős nehézség egyébként is csak a nem mentésben nyilvánul meg, az meg nem egy olyan extrém opció, úgy érzem. Meglepően sokáig tölt. Első feladatunk, telepedjünk. Legyen 5 fő a törzsünk mérete, 10 kaja meg kő, kalapács, gondolom az valami. Legnerősebbek legyünk 300 kör múlva. Felderítés különféle módszerekkel. Hegyek a területünkön. Csökken a kajánk. Fogy a termelésünk. Luxuscikkeink is fogynak. Viszont kultúra és mi egyéb termelődik. Create tools. Favor, isteni kegyesség. No, kiraktuk az emberünket, és már is egy kis termelésünk van.
építhetünk valamilyen létesítményt. És mit lehet tenni a... akáciával? Egyszer le lehet gyűjteni, de akkor... többet nincsen. Kultuszok. Technológiák. Viszont kiküldhetjük felderíteni, ami hosszú távon hasznos. Két kör alatt felderíteni. Ez nem tudom, hogy jó vagy rossz döntés volt. Első döntésem. Jó, hát ez kamerát azért... Nincs se kajánk, se semmink, úgyhogy nyilvánvalóan nem tudunk más tenni, mint várunk. Lássuk, haladunk tovább. Földerítettünk egy új területet. Ha kirakjuk ide az embereket, akkor több kajánk lesz. Mocsár. Érdekes, a helyi vadállatokat imádhatjuk. Ez tetszik, aranyos. Persze rengeteg kajára van szükségem, ahogy látom. No, mit tudunk építeni? Workshop. Termel pár cuccot, de az akáciát viszont elveszítjük. Azt úgy látom, mindenképpen elveszítjük.
akármit is építünk ide. Plusz egy katonaság, de rengeteg erőforrás, nem az nem opció. 6 cuccba kerülne, hogyha az se opció. Akkor amennyire látom, az egyetlen opció, hogy ezt betermeljük. Jó lenne, ha nem száraz idő lenne. Hova sikerült elvesznem? Antilop herd. Antilop csorda. Tudunk technológiázni. Több kultúra. Vagy több kaja. Először ezt. Ó, egész sor technológiánk van. Érdekes. Lett egy csomó cuccunk. Azzal nem tudok mit tenni. Most építkezünk. Találkoztunk a kánaiakkal. Jónak tartom, 2 negatív random eseményt negál. Lássuk. Na, egész kis városkánk lett.
Jó, hát mentettünk. Kezd valahogy állni a kaja állapotunk, itt az antilop csorda. Föl kell tenni a kérdést, hogy mi a tervünk az antilop csordával. Mindenféle történelmi cumó. No. Mert hasznos lenne, ha megmaradna az antilop csorda, nem veszne el. Meg még hasznosabb lenne, ha ezeket mind szépen megtöltenénk. És domestikálnánk. De a másik opció. Ó! Plusz két ember. Ez nagyszerű hír. Viszont van két extra emberünk most. Ez viszont azt jelenti, hogy akkor nyugodtan lehet. Nyugodtan ne, annyira nem. Kicsit felderíthetünk. Szerezzünk több kultúrát. Macsekokkal kaját szerzünk. És akkor cserébe meg lehet stabilizálni a antilop hordát. Felderítés. Hadsereg szépen lassan pusztul, sajnos. No, ezzel jelentősen növelhetjük a bevételeinket. Így próbáljuk meg megtéríteni a helyi állatokat, antilopokat. Domestikációs kísérlet.
Az pedig ott egy majdnem ingyenes felderítés lesz. Újabb folyó. Eddig jól haladunk, amennyire lát, meg tudom ítélni. Hogy a jó kérdés, hogy mit is csináljunk? Vagy inkább felderítsünk. Tizenkettes védelmük van, úgyhogy esélytelen, hogy velük meg tudjunk küzdeni. Egyelőre. Kiterjedtek ide, ami hosszú távon nem az előnyünkre van. Tudunk kicsit gyorsabb kulturálódást, ami mondjuk hasznos. Újabb kultúra. Ó, és egy kis katonaság. Na, az kell, az szükséges. Belátható időn belül. Reméljük, jön a felderítés. Érdekes, mit találtunk, milyen földet. Oroszlánok, meg egy újabb antilop horda. Hát az ellen nem sokat tudunk tenni. Próbáljuk megszelídíteni őket. De ez egy nagyon lassú folyamat. Nem vagyok meggyőződve, hogy megérje. A 11-es harcértéknek közelében nem leszünk. 5 körön belül. Hát ez ciki. El fogja vinni a cuccainkat, ezzel le nem tudok tenni.
esélytelen. Na jó, ezt nem éri meg erre felpazarolni egy embert. Igazából ez nagyon-nagyon kevés. Krokodil. Tudunk velük kereskedni. Ó, az egész hasznos. Vagy kereskedjünk, az hasznosnak tűnik. Úgy érzem, itt ez az egyetlen opció, hogy hagyjuk magunkat lerohanni, nem tudok vele mit tenni. Elenyésző a katonai helyzetünk. Eleddig. Vigye a cuccot, legyen vele boldog. Ó, kifosztottak, aminek következményei vannak. Hát az sajnos kimaradt, hogy ennek következményei lesznek. Ez van. Blessing of Hopi. De tudjuk behozni újra. Újabb két embert beszereztünk, helyes? Assimilation of Neighbors. Valakit szedjünk föl.
No. Van két új emberünk. Rendben, ültessünk itt egy földterületet. Valahova derítsünk föl. Sakálok támadnak 18-as erővel. Nem aprózzák el. Attól tartok, hogy megint ne fognak gyűrni minket. Készült egy ültetvény. Most nem is értem pontosan. A limit az inkább zavar. Kéne menni, ahol tudunk várost építeni. Na se baj, már ennyi, folytatjuk legközelebb.